Folytatjuk is a startot. 2024. májusától rendeleti szinten nem kell gyógyszerésznek jelen lennie minden egyes gyógyszertárban, néhány kivételtől eltekintve, ez már biztosnak mondható. Hankó Zoltán a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke van velem itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok, köszöntöm. köszönöm. Mit szól ehhez a döntéshez a Kamara és az iparág? De talán még azt is hozzátenném ehhez a kérdéshez, hogy van-e tudomásuk arról, hogy miről szól valójában ez a döntés, miért születhet? Lett ez az álláspont? Hát először is ugye az első kérdésére, hogyha válaszoltok, hogy mit szólunk hozzá, hát nem értünk egyet, és már a tervezés pillanatától sem értettünk egyet, és miután megjelent most februárban a rendelet, tehát újulag, és nem csak a gyógyszerészi kamara, hanem lényegében az összes a gyógyszerészet területén működő szakmai, szakmai érdekvédelmi szervezet is egyértelműsítette, hogy ez egy rossz irány. Az, hogy miért született ez a döntés, az az önök számára nyilvánvaló? Van mögötte egyfajta megértés? Hivatkozási alap van, a hivatkozási alapot viszont nem, tettük, nem tartjuk valós indoknak. Ami De, pedig micsoda? A, úgy fogalmaznak, hogy kevés a gyógyszerész, és az a fontos, hogy a gyógyszertárak működjenek, még akár a gyógyszerészek, jelenléte nélkül is. Mi azt mondjuk, a logika hogy... ebben megvan? Tehát, hogy kevés a gyógyszerész, és azok is, akik vannak, még azokat is kivesszük a rendszerből? A... Itt valahol azt akarják mondani, hogy ezekben az egészen kicsi falvaknak a kis gyógyszertáraiba ne kelljen gyógyszerésznek lenni. Tehát nem az összes gyógyszertáról szól a rendelet, hanem az úgynevezett fiók gyógyszertárakról, tehát azokról, amelyek a nagyvárosi városi gyógyszertárnak egy ilyen vidéki telephelyeiként működnek, és hát az kétségtelen tény, hogy ezekben a gyógyszertárakban nem termelődik annyi bevétel, ami elégséges ahhoz, hogy az ott dolgozó szakembereket rendesen meg lehessen fizetni. De azt mondjuk, hogy az ágazatban a gyógyszerészeknek a száma több mint kétszer annyi, mint mondjuk egy 25 évvel ezelőtt. Ebből fakadóan nem az a gond, hogy nincs elég gyógyszerész a gyógyszerellátásban, hanem ezeknek a kis vidéki településeken működő gyógyszertáraknak a nagyon komoly gazdálkodási nehézségei miatt nem nagyon van lehetőségük arra, hogy ott gyógyszerész foglalkoztassanak. De Bocsánat, nem az a megoldás ilyenkor, hogy akkor az európai normáktól teljesen függetlenítve magunkat azt mondjuk, hogy nem kell gyógyszerész a gyógyszertárba, hanem ezt a problémát kell tudnunk megoldani, hogy ezek a gyógyszertárak, ha már létrejöttek és működnek, és jó, hogy működnek, megfelelő feltételek mellett tudjanak dolgozni. A következő kérdésemet azt az orvosi ügyeleti rendszer kialakítására alapozom, mert nem ismerem a gyakorlatot, hogy akkor, amikor mondjuk volt egy városi gyógyszer, egy fiók telepe valahol vidéken, akkor a városi gyógyszertárban dolgozó gyógyszerész átrendelhető volt a fiók telepre? Tehát, hogy esetleg egy ilyen fajta lobby lehetett a háttérben, hogy ezt viszont az az egy gyógyszerész nem bírta mondjuk el? Ezeknek a városi gyógyszertáraknak a gyógyszerészei dolgoznak értelemszerűen a fiók is, de ennek az orvosok, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó orvosoknak az irányításához nincsen semmi közel, mert a gyógyszertárak magánvállalkozásként működnek, és Ezeknek a magánvállalkozásoknak kell tudni megtermelni azokat a bevételeket, amelyekből tisztességes betegellátást tudnak ezekben a kis településeken is biztosítani. És ennek az ellátásnak nem csak az a kritériuma, hogy legyen gyógyszertár, nyitva legyen a gyógyszertár, és legyen benne gyógyszer, hanem ezek a betegek, akik oda mennek a gyógyszertárba, ezek az esetek jó részében orvossal sem találkoznak. Tehát innentől kezdve a diplomás egészségügyi szakemberre való találkozásnak a lehetősége szűnik meg nekik, másodrendű ellátást fognak kapni. Tehát itt, ami a mi félelmünk, az nem is annyira egzisztenciális és szakmai félelem a részünkről, hanem elsődlegesen a betegeinket féltjük. Tehát, hogy nem fogják azt az ellátást, azt a színvonalú ellátást megkapni, amire szükségük lenne, és még egyszer mondom, ők fokozottan e, hátrányos helyzetben vannak, hogyha fogalmazhatok így, életkörülményeik miatt is az egészségi, egyéb egészségi ellátásokhoz való hozzáférési nehézségek miatt is. A gyógyszerész és a gyógyszertári dolgozó tudása között egyébként mi az alapvető különbség? Tehát az én lelki szemeim előtt most az jelenik meg, amikor az ember a vényelbe Megy a gyógyszertárba, és mondjuk kap egy kikeverésre alkalmas kúpot, amit a gyógyszerész fog tudni elkészíteni az adott intézményben. Ez itt a legfőbb kérdés egyébként, hogy például azonnal nem tudnak erre megoldást adni a betegeknek? Két irányban kell erről gondolkodnunk. Az egyik az, hogy a gyógyszerész orvostudományi egyetemen öt évet tanul, amíg diplomához jut, azt követően még van egy három éves szakgyógyszerészi képzése is. Tehát, mire ő érdemben a betegekkel találkozik és folyamatos ellátást tud nekik nyújtani, lényegében 8 év egyetemi képzés van mögötte. Ez az egyik része, és én azt gondolom, hogy ez nem helyettesíthető mással, bármennyire is tiszteljük a nem gyógyszerész kollégáinkat. A másik része viszont, ami a jogszabályokban rögzített kompetencia különbség, tehát hogyha nincs ott gyógyszerész ezekben a gyógyszertárakban, akkor azok a betegek azt a szolgáltatást nem tudják megkapni a, a kollégáinktól, amihez, amire szükségük lenne, például gyógyszerek egymás közötti kölcsönhatásainak a kontrollját nem tudják megcsinálni. Hogyha ugyanolyan hatóanyagú gyógyszerből két eltérő fantázia néven lévő gyógyszert szedek, úgy szintén ennek a kontrollját nem tudják csinálni. A hibásan felírt orvosi recepteknek a, recepteknek a korrekcióját nem tudják megcsinálni. Tehát egy sor olyan probléma van, amivel a beteget hátrányos helyzetbe hozzuk. A kamara egyébként lát arra alternatívát, hogy hogyan lehetne megoldani a gyógyszertáraknak a költséghatékony működését, anélkül, hogy gyógyszerészeket kellene elküldeni vagy kivenni a rendszerből? Ehhez azt kell tudnunk, hogy a vidéki kistelepülések gyógyszertárainak a gazdálkodási körülményei egészen mások, mint a városiaké. Egyrészt kisforgalmúak, tehát azokból a nagykereskedői kedvezményekből, amelyekben a városiak részesülnek, ők nem részesednek. Másrészt azok a kiegészítő forgalmak, étrendkiegészítőben, egyéb termékben, ami a városi gyógyszertárakban a gazdálkodási nehézségeket tudja csökkenteni. Ebben értelemszerűen a, a fizetőképes kereslet hiánya, meg a más igények mi, miatt, ugye ő ebben nem részesül, ebből fakadóan szükség van arra, hogy ezek a vidéki kis fiók gyógyszertárak valamilyen támogatásban részesüljenek. Na most évek óta mondják nekünk, hogy borzasztóan nagy a gyógyszerkasszának a növekedési üteme, ebben van igazság, ugyanakkor nem a gyógyszertárak működési költségei viszik el a költségeket, egészen minimális az, ami a központi költségvetésből ennek a 3000 gyógyszertárnak a fenntartásához szükséges. Ráadásul azt mondjuk, hogy az ágazat megvannak azok a források döntő mértékben, amelyek egy pici odafigyeléssel ezeknek a kis gyógyszertáraknak a gazdasági működéséhez lehet, edégségesek lennének. Abban a pillanatban nem lenne gond abból, hogy a vidéki fiók gyógyszertárainkban továbbra is szakembereket, gyógyszerészeket tudjunk alkalmazni. Hankó Zoltán, köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel. Én köszönöm a lehetőséget.